Nagyon köszönöm mindenkinek, aki eljött, hogy ezen a nyilvános levél felolvasáson itt legyen. Köszönöm a támogatásotokat. Tisztelt Matyi úr, kedves Dezső! Azért írom ezt a levelet, hogy tudd, nagyra becsülöm, amit a magyar könyvkiadásért, könyvterjesztésért tettél az elmúlt közel 30 évben. Szinte együtt kezdtünk, csak te óriásira nőttél. Az én kiadóm megmaradt azon a szinten, amit átlátok, kontrollálni tudok. De te egy géniusz vagy, aki valami egészen hatalmasat hoztál létre, amiért a legnagyobb elismeréssel tartozunk. Részt vettél a magyar könyvterjesztés reformjában, rengeteg gyönyörű könyvvel járultál hozzá, hogy többet tudjunk meg a világról. Mi is ezen dolgozunk. Amiben még hasonlítunk, szeretjük a finom, szép dolgokat. A jó bort, a lovakat, a focit. Szeretnénk követni azt a szép szakásodat, hogy időben kifizeted a dolgozóid bérét. Mert mindennél fontosabb számodra, hogy gondoskodj a rád bízottakról. Tudjuk, vannak rosszakaróid, akik aljas vádakkal illetnek téged. Hogy offshore cégbe viszed ki a nyereséged. Hogy az alkalmazottaid a fizetésük egy részét zsebbe kapják. Hogy a bevételeidet kedved szerint teszed egyik cégedből a másikba. Hogy legálisan átjátszottad a vagyonodat a családod tagjaira. Hogy manipuláltak a fogyás jelentéseid. De mi tudjuk, hogy ez mind-mind rágalom. Te becsületes és korrekt ember vagy. Nagyon sajnálom, hogy a rengeteg e-mail, SMS, telefonhívás, üzenet nem jutott el hozzád. Sajnálom, hogy nem jutott a hír a tudomásodra, hogy már fél éve nem szállítunk a könyvbazárnak az újdonságainkból, sőt, a jól fogyó könyveinket vissza is kértük. Többször jeleztem beszerzőnknek, Breinich Nóra kolléganődnek, hogy komoly gondjaink adódtak abból, hogy közel 30, azaz 30 millió forinttal tartozol a bioenergetik kiadónak. A te nagyságrendedet tekintve ez semmi, de nekünk rengeteg. Talán vannak, akik félnek tőled. Nyugodt szívvel üzenem nekik, nem kell félnetek. Tudom, vannak ellenségeid, akik a bukásodat akarják. Te művelt ember vagy, ismered Dávid és Góliát történetét. Kérlek, tarts ki azzal a tudattal, hogy az igazság győzedelmeskedik. De én bízom benned. Legszívesebben azt írnám, hogy visszavonom a céged felszámolására tett beadványomat, de sajnos nem tehetem meg, hiszen törvény adta kötelességem saját cégem érdekeit képviselni. Megvárom, még elmegy a villamos, hogy jól halld, amit mondok. Amit viszont megtehetek, és meg is teszek, hogy a mai nappal kezdődően ismét beszállítok neked a mi könyveinkből. Szeretném, ha eleget tudnál tenni kötelezettségeidnek, és az általad küldött fogyásjelentés alapján kiállított számlákat ki tudnád fizetni. Szeretném, ha a magyar könyvkiadás, könyvterjesztés aranykönyvében díszes betűkkel szerepelne a neved. Matyi az igazságos. Szeretnék a jövőben is pontosan fizetni bért a kollégáimnak, fizetni a számlákat a nyomdáknak, a beszállítóknak. Biztosan tudod, hogy 5 saját és 2 nevel gyerekem van. Szeretném őket az életbe a lehető legtöbb segítséggel elindítani, megfelelően iskoláztatni, akár külföldön tanítatni, mint ezt te is teszed. Talán egyszer majd folytatják azt, amit én elkezdtem. Nem találtam más módját, hogy kérésem eljusson hozzád, így a nyilvánosságot hívom segítségül. Még a Könyvbazár Kft. Elleni felszámolási kérelmünkre sem reagáltál, pedig a felszólító levelet személyesen vittem el a székhelyedre, miután a térfélvényes levelet nem vetted át. Furcsa volt, hogy a recepció lévő hölgy először nem talált bélyegzőt, majd azt mondta, ő más cégnél dolgozik. Én továbbra is bízom benned. Hiszen mint volt, mint feleséged, a Pécsi Direkt utódjaként működő könyvbazár ügyvezetője, Matyiné Szabó Tünde mondta többször, te nem hagynád szégyenben azt a céget, ami a lányod nevét viseli. Még egyszer,
nagy tisztelettel kérlek, fizesd ki a nekünk járó lejárt számláidat, hiszen tudjuk mindannyian, mennyire fontos, hogy ne egy szereplős legyen a jövőben a magyar könyvterjesztés. Szeretnénk a jövőben is hű alattvalóid lenni, és támogatni téged terveid megvalósításában. Kérlek, könyörgöm, esedezem, akár le is térdelek. Mérlegeld a kérésemet, és tájékoztass a döntésedről. Már arra is gondoltam, talán szándékomon kívül megbántottalak valamivel. Ha így van, nagyon sajnálom, és irántad való tiszteletem jeléül engesztelésképpen tarkopaszra borotváltam a fejem. Szeretném ezzel is kifejezni, mennyire fontos szerepet töltesz be a mi jövőnkben. Tisztelettel a Bioenergetik kiadó nevében Schneider Gábor. Dezső, nagyon várom a válaszot. Mindenkinek köszönöm, aki eljött, vagy ezt megnézi ezt a videót, és aki úgy érzi, hogy bármilyen módon egyetért ezzel, vagy tud bennünket támogatni, vagy úgy érzi, hogy esetleg ő is valamilyen módon érdekelt ebben a helyzetben. Talán nem csak nekünk tartozik a Könyvbazár Kft. Talán nem csak mi vagyunk azok, akiknek nem válaszol a levéleire, akinek nem válaszol az e-mailjére ez a cég. Azt nagyon kérem, hogy támogasson bennünket, illetve akinek módjában áll, ha úgy gondolja ő is, mint én, támogassuk Dezsét azzal, hogy adunk neki ismét könyvet, hogy a bevételeiből aztán ki tudja nekünk fizetni, ami nekünk jár. Sokan szemreányást tettek nekem azért, hogy miért jöttem el ide, és miért mondom ezt el, mert ha majd a cég csődbe megy, akkor aztán senki nem kap semmi pénzt. Én mindenkinek csak azt tudom mondani, hogy a Könyvbazár Kft. Sok-sok millió forinttal nagyobb forgalmat csinál csak nekünk, mint amennyit havonta megkapunk tőlük. Tehát ha még várunk egy fél évet, akkor a tartozása, amennyiben így marad a fizetési szokása, megduplázódik. Mi ezt nem tudjuk tovább tolerálni. Nem bírjuk ki, és ahogy mondtam, és én ezt így is gondolom, hogy nincs mitől félnünk. Nekem már nincs tovább mit vesztenem, mert olyan helyzetbe kerültünk, amiben már nagyon nehezünkre esik kifizetni a számlákat, nehezen tudjuk megtenni. Nehezen tudunk új könyveket fordítatni, jogdíjakat vásárolni, kifizetni. Azt gondolom, hogy a magyar szerzőket, a külföldi szerzőket is ez nagyon nagy mértékben érinti. Úgyhogy kérek mindenkit, keressünk megoldást erre a helyzetre, hogy ismét nyugalomban tudjunk dolgozni, hogy ez legalább 20-22 évig így volt. Mi legyártattuk a könyvet, kifizettük, amit kell, megkaptuk az ellenértékét, el tudtuk tartani a családunkat, gondoskodni tudtunk a szeretteinkről. Nagyon szeretném, hogy ez a jövőben is így lenne. Ez az egyetlen oka annak, hogy itt vagyok. Voltak, akik felvetették, hogy más konkurens cég képviseletében vagyok én, vagy megbízásából vagyok itt. Szeretném leszögezni nagyon egyértelműen és nagyon határozottan. Én a Bioenergetik kiadó Kft.-t képviselem, senki mást. Senki nem támogatott engem a tervemben, senki nem bíztatott arra, hogy én ezt tegyem, de úgy értem, hogy már nem tudok mit tenni, és ezért ezt megtettem. Nagyon köszönöm azoknak, akik eljöttek, no, nagyon kevesen vagyunk, gyakorlatilag csak a családom és a közvetlen munkatársaim jöttek el, ami engem nagyon-nagyon meglep. De tudomásul veszem, hogy ez a helyzet. Még egyszer, nagyon köszönöm mindenkinek, aki eljött, és várom, hogy mi lesz az eredménye. Köszönöm.